A legtöbb intézménynél, cégnél, a bezárt kávézókban, éttermekben visszaesett, a háztartásokban azonban nőtt a hulladék mennyisége az elmúlt hetekben. A kukák töltöttségén is látszik sokan dolgoznak otthonról és tanulnak a négy fal között. Különösen városi környezetben ez valóban észrevehető. A hulladék összmennyiségét tekintve olyan nagymértékben nem változott a mennyiség a korábbi évekhez viszonyítva, hiszen aki nem a munkahelyén van, hanem otthon van home office az egyenlege ugyanaz, tehát ugyanannyi hulladékot termel, de valóban a lakótelepeken, a sűrűbben lakott település részeken megfigyelhető, hogy nagyobb mértékű a hulladékképződés. Az észak alföldi környezetgazdálkodási nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta folyamatos a szemétszállítás, a hulladékszállító autók befogadó kapacitása azonban véges. Az elmúlt időszakban többször is azt tapasztalták a Kft. munkatársai, hogy a korábban egy autóban elférő hulladékmennyiség nem volt elegendő, ezért egy újabb járművet kellett a szokásos körre beállítani. Eddig elmondhatom, hogy semmiféle felakadást nem okozott a társaság tevékenységébe a koronavírus járvány. Köszönhető ez annak, hogy minimális a dolgozóink körébe a megbetegedés, tehát ennek megfelelően a járataink időben el tudnak indulni, kollégák be tudják szedni a hulladékot, és a kezelés is megfelelő mértékben zajlik. Az ügyvezető hozzátette, összességében tehát nem változott a hulladék mennyisége, a tévhitekkel ellentétben pedig a közszolgáltatási díj sem fog változni, hiszen az jogszabályban meghatározott. Attól nem kell tartani, hogy a megnövekedett hulladék mennyisége miatt a lakosságnak többet kellene fizetnie. Hozzátette a hatályos szabályoknak megfelelően, a hulladékszállítási díj még a következő évben sem változik.